Az Újpest ellen 3-1-re elveszített párharccal véget ért a szezon a Fátum Nyíregyháza számára. A bajnokságban így a 6. helyen végeztek, Tóth Fruzsináék, a Magyar Kupában pedig a 4. helyen zártak a nyíregyháziak. Idény közben akadtak problémák, Tomás Vargát Adrián Csilinszky váltotta a vezetőedzői poszton, a válogatott centert, László Alexandrát pedig a szezon legfontosabb meccsein sérülés miatt nélkülöznie kellett a csapatnak. Nem volt egyszerű, szerettünk volna legalább olyan helyen végezni, mint tavaly, mind a kupában, mind a bajnokságban is. Ugye sajnos nem jött össze itt az utolsó Újpest elleni csatát, nem sikerült sikeresen megvívnunk, főleg az utolsó két más lehet fájó, ami nem igazán sikerült. Ugye összességében, hogyha az egész szezon tudom értékelni, én azt gondolom, hogy reális helyen végzett a csapat, mind az anyagi kondíciónkat figyelembe véve, mind az, hogy nem tudtunk éppen emiatt plusz egy főt igazolni a január-február vagy január időszakban, én azt gondolom, hogy ott vagyunk, ahol most ennek a Fátumnak a helye van, viszont azon dolgozunk, hogy ez jövőre ne így legyen, szeretnénk egy kicsit más struktúrában és más koncepcióval nekivágni a következő szezonnak. A klub vezetői már korábban elkezdték a tárgyalásokat azokkal a játékosokkal, akik reményeik szerint a következő szezonban alkotják majd a Nyíregyháza játékos keretét. Január 31-jel, ahogy lejárt a játékozási időszak, elkezdtük február 1-től építeni. Amit most be tudok jelenteni, hogy Tóth Fruzsinával a következő két évre szóló együttműködés szerződést kötöttünk, illetve a csapatnak a magját, azokat a játékosokat, zömében magyar játékosokat, akik meghatározóak, természetesen megkerestük. Mindenkivel már írásban vagy szóban, de legtöbbjükkel már papírra is vetettük a megállapodást a következő egy, illetve két évre, illetve lesz olyan légiósos, aki marad. Egyenlőre plusz légiósokat keresünk, akikkel szintén már szóbeli vagy írásbeli megállapodásunk van. A következő napokban, hetekben pedig be is fogjuk jelenteni őket. Ami biztos, hogy a magyar magot szeretnénk megerősíteni, és azt mondom, hogy miután lesz két magyar érkező még a csapathoz, ez már sikerült is. A klubszezon véget ért, de a válogatottra Európa Liga mérkőzések és Európa bajnoki selejtezők várnak, mégpedig nyíregyházi szereplőkkel. A nemzeti csapat május elején Telkiben kezdi el a felkészülést az augusztus végén záruló 8 meccses sorozatra. A keretben ott lesz Tóth Fruzsina és László Alexandra, Adrián Csilinszky pedig másodedzőként segíti Alessandro Schiappini szövetségi kapitány munkáját.